Na sziasztok, srácok! És már megint telefonálnak. Wagwan, my brother. It's me, Jacob. Sam, me there South Slopes, man. Yo, link up, Sam. We need a ride, man. We need a ride. Jó. Nézzük meg egy panorámát. Jó, sure, egyes felne. Menjünk kikapcsolódni. Be there in an hour. Respect, me see you soon. De Jacob felhívott minket, hogy szeretne kikapcsolódni velünk. Mondjuk ez az autó, az nem tudom miért nem javult meg. Mert nyilván nem olyan garázs ez, mint a 3-ban, meg a Vice City-ben, San Andreas-ban, amik vannak, hogy megjavítják az autót. Na, szóval, igaz, hogy itt van Faustin, de nem foglalkozunk még vele. Ha már Jacob felhívott minket és elmegyünk helikopterezni, mert úgy emlékszem, hogy helikopterezni hív el, akkor ne várassuk meg szegényt. Még a végén elszívja az összes ganjáját, és akkor unatkozni fog, és kénytelen lesz friss levegőt szívni. Szóval, hol vagy? Most tényleg hol van? Ja, itt. Roman. Nico, te bunkó, kinyomtad a telefont? Érdekelsz volna, hogy mit akar? Mido Park? Oké. Az autó meg füstöl, mint áll. És hol van az a park? Bocsánat. Fogalmam sincs, hogy hol van az a Mido Park. Mindjárt gangster leszel, már az vagyok. Na jó. Hát akkor valószínűleg valami ott a parkban lesz helikopter, vagy csak ott megyünk kikapcsolódni, vagy mi a fenn? Várj, ez nem a Pekiék mögötti parka, mi van? Ez a Mido Park. Tehát itt. De. Mert itt laknak jobbra Pekiék. Csak ugye őt még nem ismerjük. Őt nem is tudom, mikor fogjuk Pekit megismerni. Még egy picit később. Yo, thanks for the fire. Ennyi? Csak ide kellett hozni? Én azt hittem, hogy elmegyünk valahova szórakozni. Arról nem volt szó, hogy taxinak használsz. Jó, akkor megyünk Faustinhoz. Au. Ez fáj. Ha, füstöl az autó. Kíváncsi vagyok, hogy ez a bug benne van-e még a játékban. Hogyha leáll az autó, és ugye nem indul el többé, akkor el lehet indítani mégis. Egy bug segítségével. Vagy ezt ki fogom próbálni. Sőt, lehet, hogy mondjuk most. Megpróbálom, tehát összetöröm az autót annyira, hogy megálljon. Igen. Oké. Na. Ön nem akar leállni az autó? Mert most az lenne a cél. Az autó megadja magát. Álljál már le. Nem akar leállni a motor. Jó, ez az autó, ez inkább robban, mint leálljon a motor. Bocs, haver! Megnézzük a robbanást? Nézzük már meg. Na? Boom. Boom. Szép. Na, Faustin. Tehát a lényeg az, ezt majd próbáljátok ki, aki esetleg játszik a játékot, hogyha megadja az autóban magát a motor, és Nico csak ül benne és próbálja beindítani, indítás közben kezdjetek el telefonálni, vagy hívjatok fel valakit, el fog indulni elvileg az autó.
Nema problema. Hi Dimitri. Hey Dimitri, I took Hey Dimitri. Kösz. I'm proud of you. Good. Igen. És akkor itt most mit fogunk csinálni? Az ott hempereg, öcsém, ilyen western, ilyen kabaré. Te mit művelsz? Dimitri, thank you for taking care of that thing. Nagyon szépen, köszi. Dimitri, Dimitri, hey, hey, meet my girl. Natasha. So nice to meet you. Ez ki ez a Pali? És ki ez a Natasha? Little delicious. Na. Mikhail. Mikhail. Mikhail, mint ha nem lenne hűséges a feleségéhez. Sit down. Have a drink. Move up, ladies. Move up. Mikhail, we have something we need to talk about. Na, mira? Viralte Katrina, come on. Not private. Girls, can you give us a minute, eh? Ja, lányok, hagyjatok itt egy picikét. Szóval tűnj innen. I won't be too long. So. Úgy. What is it? We've got police trouble. The feds or someone are all over us. Sergei told me that a friend of his in the courts told him they've been authorized to tap our phones and they know about the pot we stole. Hoppa. Who is the rat? It's no one. It's just the way we've been behaving. Making too much noise. This was inevitable. We're going to have to calm things right down for a while. It's that fucking guy, yeah. I know it is. I saw it in his eyes. You know? That guy. That guy who bought the coke. But he didn't buy the That's pot. That's Lenny. He's my cousin's boyfriend. It's not him. Yes, he's a moron. Yes, but he's okay. I don't trust him. What? I just told you. He knows too much. Oh. You, get him. Are you sure? Sure. No, I'm not. Right now I'm wondering if it's him or you. It could be you. Think for a second. This has been going on for months. Think. Look where your thinking has got us. You were in charge of security. Good job. Well done, Dimitri. You pathetic idiot. You, prove you're loyal. Go and kill the guy. Don't question my loyalty. Then don't question my orders. Uy. Guantanamo Avenue in Bohan. Head up there and call me. Me personally, when you get there. Mikhail, please, don't do this. Shut up. Shut the fuck up. I'm begging I you. Said, shut the fuck please, up. Please, don't Go. Do this. Why don't you You want to play games? This hey, is not break. A game. You stop. Have to play I by the stop. Rules. Tehát van egy járuló. Na, ott az autónk. Dél-Bohan, az megint a kis városrész, ott a fizetőkapu után. Szóval van egy Pali, aki... hát nem túl lojális Mikhailhez. És bárki, aki gyanús neki, azt megöleti, és ugye most én vagyok a ravasz, vagy hát nem a ravasz, hanem tulajdonképpen én vagyok a mutatója a ravaszon. Ugye meg kell ölnünk egy palit. Csak azért, mert Mikhail nem bízik benne, viszont Dimitri az meg esküdözik, hogy nem az a zürge az áruló. Vajon miért? Illetve, hogy megbízható, meg jó ember, meg az unoka testvérének egy jó haverja, megbízható, félkegyelmű, de nem verne át senkit, stb. Hát majd meglátjuk, hogy mi fog ebből kisülni. Egy a lényeg, Nikóval oda kell menni, és el kell intézni. Aztán majd úgy is kiderül, hogy mi van. Viszont itt van egy rendőrautó, kettő, csá. És hallod, az idióta kiszáll, ahelyett, hogy rálépett volna a gázra. És ha rálép a gázra, akkor simán nyert ugyan van. Ez meg jön szembe, fogyatékos. Faustin. Mit akarsz? Mr. Faustin, you want to call this off? No, I never change my mind. I've heard he's at the Guantanamo Avenue Station. Jaj, tudom ez melyik. Jó. Get rid of that rat. Shut up, Dimitri! For the last time! Calculating rat. Jó, Lenit kell megölnünk. Lenny. Olyan ismerős ez a név. Lenny az itt van fent a... vasútállomáson.
Jó, hát megnézzük, hogy meg tudom-e ölni gépfegyverrel, Uzival, vagy menekülni fog, és akkor kergetnem kell. Üldözési pont ennek a helynek a neve. Lenny! Szia! Nothing personal. Faustin ain't nobody. Fuck off! It's enough of a somebody to get you killed. Do what my brother... És pont beáll a hülye vonat. Na jól van. Akkor üldözni kell. Ó, és itt vannak a rendőrök is. Na, hol van Lenny? Ott menekül az autóval. Jó, 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 G. Húzzá már innen. Szerintem meghalt. Igen, meghalt. Meghalt, meghalt, húzzunk innen a francba. Jó. Majdnem meghaltunk. Érted? Egy ilyen egyszerű küldetésen. PUBG's the drop. Nico, do you know what you have done? I have followed Mr. Faustin's orders. Not much more. The boy you killed was the son of Kenny Petrovich. És ki az a Kenny Petrovich? You will not take kindly to this. How was I to know? You weren't. This is Mikhail's craziness. I will speak to people and see what I can do. Tulajdonképpen egy olyan embernek a fiát öltük meg, akinek a fiát nem kellett volna megölni, mert ez a Kenny Petrovich eléggé nagy hal a vízben, mert még Dimitri is fosik tőle, viszont Faustin meg rohadtul leszarja az egészet, hogy kitöl meg, meg kitölet meg. Hát eldrogozta már az épp eszét szerencsétlen. Na jó, viszont most lehet, hogy meg kéne, hogy álljak. Nem, nem állunk meg. Nem is üldöznek minket, hála az égnek, biztos a rendőrautó miatt, vagy én nem tudom, vagy pont pislogott a kapuőr. Egy a lényeg, hogy kaptunk most egy üzenetet Romantól. Találkozzunk a raktárnál, van, akit szívesen bemutatnék neked. Ez Romantól jön? Igen. Jó. Itt valahol van egy hotdogos. Vennem kéne egy hotdogot. De ha itt nincs hotdogos, akkor viszont elmegyünk a hotelhez, mert a hotelszobával szemben viszont van egy hotdogárus. És az még Faustintól nincs olyan hú de messzi. Itt a fegyverbolt, igen. Merjél csak. Edd a kanyart óvatosan, nem veszi a kanyart az autó. Nem baj, megoldjuk. Roman, igen, Roman szerintem most fogja bemutatni nekünk Bruce-it. Ugye a gyúrós. Mr. Gyurmát, úgy fogom hívni. Az autóbuzis csávókát. És viszont valahol itt a hotdogárus. Így van. Na. Adjél nekem hotdog, finom, szeressem. Mustár nélkül, ketchup, majonéz mehet bele, köszi. Na. Azt hittem, hogy a Fauci megint ott lesz ugye a szórakozó helyen, de nem, most már otthon van. Jaj, ne gyere nekem! Az a baj, hogy rohadtul nem emlékszem, ki az a Kenny Petrovich. Akitől ennyire fél még Dimitri. Most azon gondolkodom azóta, hogy az ki. Ki az? Kenny Petrovich. Fogalmam sincs. De nem kell tőle megijedni. Ő is csak egy ember. És az embereknek az életük véges. Vagy így, vagy úgy. Nya. A el nem múlt szerelem.
Hey, I'm out making money all day. How many times do I have to tell you? Keep an eye on the fucking girl. You're a terrible man! You superstitious old crone! I'll see you in hell! Someday I'll crucify you! Niko Bellic. Yes. Good name. Good name. Where's Dimitri? He's busy. He said he had something to do. Something. Something. Let me tell you something. Me and this guy, we were in the army together. We were in prison together. We are like brothers. Now it's always something. Always something. Always something. Yes. You want a drink? Nem, még vezetek, köszi. Well, I do. Akkor én iszom. Jó, így áll. Meg szívjál is, persze. Na, gyorsan beütött a cuccol, csak szimplán ilyen idióta vagy. Mr. Fauston? No! I'm fucking angry! I'm sorry to hear that. Let me ask you something. You know her? No. Good. Hmm. Because if you did, I'd fucking kill you. Why? Mert a lánya. She's my daughter. Ungrateful bitch. I bring her here. I spoil her rotten. Raise her well. Look at this. Look. Look what I've given her. Yeah, yeah. She's very lucky to have such a loving father. She is. She's an out of control bitch. Because of you. You pathetic mess. But I don't accept my daughter turning into a whore. Niko. De te kurvászhatod a feleségedet, meg mindenki mást. Korrekt. Kill him. Find Dimitri for me. Okay. Have him call me. Sure. Go. All right. Firefly Island. Szóval meg kell ölnöm egy motoros csávót szimplán azért, mert barátkozik a lányával. És akkor már hálátlan szuka. Oké. Tehát teljesen kiszámíthatatlan ennek az embernek a gondolkodása. Olyan embereket ölet meg, hogy azt se tudja, hogy kit, illetve ha tudja is, nem érdekli, hogy milyen következményei lesznek. Az a megoldás, hogy meg kell ölni. Én azt csodálom, hogy a lányát nem öleti meg. Na jól van. Remélem nem motorral kell majd üldöznöm, mert ebben a játékban eléggé szar a motoroknak az irányítása. De a csávókám ott van. Nya, megjöttünk. Am I property of the lost now? Ha, if you were property, then all the brothers would get to share you. I want you all to myself. Get away from Mr. Faustin's daughter. Fuck you! This ain't Russia, and we ain't communists. Tell my father I can see whoever I like. I'm gonna get the brothers, and we're gonna kick your fucking ass. El se fogsz jutni odáig. Ha persze az autót megfordítsd meg, direkt úgy parkoltam le vele, hogy ne kelljen így forgolódnom. Mikor akarsz meghalni? Most. Tehát, mint mondtam, el se fogsz jutni a haverjaidig. Mert még előtte meghalsz. Történt egy baleset, elesett a motoros. Én csak szemtanú vagyok. Semennyire nem lesz boldog a lány. Kurvára nem érdekli, hogy boldogja a lánya. Hát az korrekt. Na jól van. Akkor menjünk oda Romanhez.
Hogy lehet valaki ilyen apa, hogy nem érdekli, hogy boldog-e a lány? Az érdekli, hogy viselkedjen. Nem csipázom egyébként az olyan embereket, akik a tiszteletet erőszakkal küzdik ki maguknak. Erőszakkal, félelemmel, tehát az nem tisztelet. Na. Bejelentkezés. We'll just get there. Damn these people. Hey, Roman. Ez meg ott. Kui e steroid tip? Brucey! Have you met my steroid narkós. We met online. Oh, loveme.net? No. Dark corner, doing dark deeds. We're both players, my friend. Players. VIP. For real. Classy. But also sexy. Hmm. That's how I like my women. I work at it, so they should too, right? Yeah. What is he talking about? Bruce is a dreamer. Uh-huh. He understands my vision. Oh, so he's an idiot. Hey, screw you. Listen, man, you should try going online. I know how to go on the line. I just haven't done it here. Of course. Technophobe. Luddite. We gotta get you online. It's a world of opportunities. Such as? All kinds of things. Yesterday, I was online, and I discovered a blog about women who don't like to shave. It's just me, really important. Listen, I promised Brucey I'd go out with him. Can you go out and get it sorted? Okay. Go to Twat and register on one of the PCs there. A pretty girl is expecting you. I'm bored of not being able to email your cousin, and the family keeps sending me news for you. Brucey, yeah! Stop exercising. Okay. Let's put some bitches to the sword. VIP style, come on! He's a cool guy. Ровно до млоку. Добьем преко интернет. Мислиш да съм лут? Все тудо остане с интернет. Нам бъдок хуя. Заннира йо. Имадо. Most tulajdonképpen be kell jelentkezni, regisztrálni kell az oldalon, és akkor onnantól kezdve lehet csajózni is interneten, meg majd Bruce is fog majd küldözgetni e-maileket, hogy mikor milyen autóra van szüksége, tehát ez ezért fontos majd. Tehát nem is feltétlenül a randizás véget, de Bruce majd küldözgetni fog e-maileket. Meg anyucikával tudok majd beszélgetni. My cousin, they told me to come here. Roman, he called me about you. He's so funny. I set you up on that computer already. Melyiket a sok közül? Just follow the instructions on there, okay? És melyiket készítetted elő nekem? Mondjuk ezt itt, a szimpatikus. Na szóval, internet. Ez a kezdőlap, tudom. E-mail olvasása. Üdvözlők, igen, gratulálunk. Csak aktiválnod kell azonosítót, csak válaszol erre az e-mailre, és aktiváljuk az azonosítót, rengeteg társat tudsz majd információt el. Nico Bellic, hey, find info, oké. Küldés. Ennyi? Aktiválódott. Na! Szóval, innentől kezdve tudunk itt csajozgatni, illetve itt van egy Mr. Ügyvéd, jól tudom? Igen, ez ügyvédi iroda. Hát itt van mindenféle, ez így, majdnem úgy néz ki, mint a GTA-ből a Michael. Jó. És akkor majd... Brucey majd küldözget nekünk mindenféle jót. Meg úgy mindenki. Na szóval. Jaj. Akkor mehetünk Mr. Faustinhoz. Hello, Roman. I am online. I am now online in Liberty City, Roman. Nice one, cousin. Did you meet the girl who works there? Nice pair of titties on her, no? Igen. Ez fontos info volt. Találkoztam azzal a szőke macával, de pont nem a melleit néztem. Remélem megérted. Azzal voltam elfoglalva, hogy legyünk már túl azon a hülyeségen. Na! Mr. Faustin.
most milyen hülyeséged van számomra, mert megint valakit meg fogsz ölni, van egy olyan érzésem. Na. Hogy itt mindig van egy helikopter, ami itt repked? Ezért megfigyelik Faustint, vagy mi a fene? Nya, szóval. Fedezék. Hát az meg. Az a felesége. Hello. Is Mikhail home? No, he's out. Okay. Should I wait outside? No, come in. Oh. Akkor most a feleségétől fogunk kapni valami megbízást. Sit down. Thank you. Köszi. You want some tea? Sure. Nézd meg, nem alkohollal kínálják, egyből elfogadja. Az a baj, hogy Nikó is bevándorló. He did not used to be like this. When we were young, at home, he was beautiful. He was happy. He made me happy. Hát most pont nem olyan. But then something changed years ago. I never quite knew what it was. So many years I wondered what it was or what was wrong with me. De hogy is? Ő az idióta. Or I changed him. Life is complicated. I never thought I'd live like this. No. When the war came, I did bad things. And after the war, I thought nothing of doing bad things. I killed people, smuggled people, sold people. And you don't. Ez klasszik idézet egyébként Nikótól. After you walk into a village and you see 50 children all sitting neatly in a row against the church wall, each with their throats cut and their hands chopped off, you realize that the creature that could do this doesn't have a soul. God is very complicated. You mustn't give up hope. Huh. Well, I don't know about that. Привет, Лена. Привет, Тима. What is that? Hoppa. I tell you one thing and you ignore me. You stupid bitch. Nico Bellic, baby. Tehát nem a feleségétől fogunk kapni megbízást. Mert hazajött ez a fasz. I want you to teach people to listen to me. You want him to get us the money. Fuck the money. Mikhail, please calm down. We're already in a lot of trouble. I don't know if I can smooth things over with Petrovic. Fuck him and fuck you. Who are you, my daddy? Get the fuck out of my house. Mikhail! Get out! So, what do you want? This prig who owes me money owns a garage in Chase. Mm-hmm. I want you to pick up a truck and take it to him. Call me when you get to the truck. It's in Shotgar on Montauk Avenue. Go. Emlékszem. Most elő kell vennem a vezetési képességeimet, tehát nem szabad neki mennem majd semminek. Ez jó buli lesz. Na szóval. Van egy csávó, akinek van egy garázs, és oda kell vinnem majd egy kamiont, és nem véletlenül. De ezt megint olyan, amit nem lőnék le előre, majd amikor odaérünk, mert biztos van olyan, aki még mindig nem játszotta végig a játékot, vagy nem játszotta magyarul, nem ismeri a játékot, stb. De meg amúgy is ne spoilerezzük le előre le a dolgokat. Az a lényeg, hogy van egy kamion, amit el kell vinnem egy garázshoz. Ennyi. De egyébként ez a Faustin, hogy mekkora egy gyökér, hogy bánik egyébként a családjával. Én azt csodálom, hogy... Na, bár nem csodálom, hogy nem hagyták még el, mert nem merik elhagyni. Mert szerintem már rég elhagyták volna a felesége is, meg a lánya is, úgy mindenki. Csak
Szerintem szimplán félnek tőle. Szerintem meg vannak fenyegetve. Ismerek amúgy egyébként ilyet. Nem egészséges. Na mindegy, ebbe sem menjünk bele. Na, szóval mindjárt ott vagyunk egyébként, a híd alatt lesz valahol egy kamion. És azt kell elvinni, ha egy mód van rá, törés nélkül. Na. Megérkeztünk. És akkor megy a telefon Faustinnak. Fontos info következik most. Mr. Faustin, I have the truck. Drive it over to the garage on the corner of Guantanamo. Igen. Windmill, park up inside. Aztán sure. Zárd le. What am I delivering? When it's inside, figure the explosive. Should blow up. Bombát szállítunk. És eléggé instabil. Tehát a másik városba át kell vinnem a kamiont lehető legóvatosabban, mert egy eléggé instabil bombát szállítunk. És egy pár koccanás után robban az egész. Ez gimi? Na. Ja, és most Roman is föl fog hívni minket nem sokára. Hogy menjünk már el vele kikapcsolódni. Persze. A bombával a seggem alatt egyből oda megyik. Óvatosan. Az a baj, hogy nem nagyon szoktam óvatosan vezetni. Mindig nyomom a gázt, mint áll. És most oda kell figyelni. De mit csörömpöl? Csatorna fedél vagy a kamionba valami? Na most itt hogy megyek el a két kocsi sor közt? Mert ezek simán oda fognak menni a híthoz is, meg kell, vagy a kapuhoz is, meg kell várnom, míg átmennek. Jó, az nem velem ütközött. A hülye neki megy a csém a betonnak. Na nézzük, azt mondja, hogy melyik sor lesz a rövidebb. A bal oldali úgy néz, hogy eléggé rövid. Ne gyere nekem. Jó. Nem akarom magamra vonni a figyelmet. Vagy is akarnám. Jó, akkor ezt kifizettem, mehetek, ugye? Köszi. Na, jó. Hallod, rám ne húzd a kormányt, mert akkor meghalsz te is. Hú. Egyébként így ebben a napszakban mennyi az idő? Na, Roman hív. Nem, nem tudunk hinni, bocs. Out of control. Anyway, I'm sorry, but if I get drunk with you and then drive this thing, I'll definitely blow myself up. I'll catch you later, cousin. Ennyi. Tehát így ebben az időszakban, így a déli időben, amikor ilyen tiszta az ég, meg minden, kurva szép a játék. Még most is, és pedig már 10 éves. Jaj, légy szíves, ne. Köszi. És most ők mit csináljak? Elférek itt? El. Ne menj neki. Menjél, nyomjad neki. Jó. Ó, oké, jó. Easy. Jó, nem arra megyünk. Nincs kedvem olyan hajtűkanyarakat tenni. Hanem akkor itt szépen elfordulunk. Erre. És akkor most így bar. Hülye GPS. Bocs, haver. De mi, menjetek már, húzzatok már. Nyomjad, halad és figyeld. Köcsög mert is. Na végre. Megérkeztünk. Ja, nem nekem kell kiszaladni, jó. Figyeld mindjárt abban. Általában szokott jönni egy autó, és az fejre áll. Hát ennek a garázsnak szerintem annyi. Hagyd el a környéket, jó. Ahhoz viszont kéne nekem valami jó autó.
teljesen jó van, ne autó, rendőrautó, vagy rendőr mellett itt ellopnánk egy autót. Nem mentem olyan messzire. Na mindegy. Ez kell nekem. Bocs, haver. Nyugalom. Jaj, jó. Hát igen, Nico egy kicsit kibukott, hogy egy bombára kellett felülnie. Mondjuk lehet, hogy én is elég rosszul viseltem volna a dolgot. Tehát tudom, hogy egy apró koccanás, egy bármi és robbanhat. Jó, húzzál innen. Na, jó. Azt az a rendőr, az ott, hopp, egy ajtó. Menj már innen, megállsz itt előttem. Ó, bocs, te telefonálni akartál, vagy mi van veled? Jönnek a rendőrök, ne vegyetek észre, légyci. Jó, oké, meg vagyunk. Nem vettek észre, szerencsére. Csak azért, mert átmentem a kapun fizetés nélkül. A francnak van kedve lelassítani. Na szóval. Roman? Igen? Amit mondtam picit korábban. Meg is nézzük egyébként, hogy ez hogy működik, mert Brucey most küld egy e-mailt, amiben egy adott autót. Tehát nem azt mondja, hogy egy ilyen stallion kell neki, hanem egy adott autó, adott körülmények közül kell elhoznom. Mint a GTA Online-ban tulajdonképpen, amikor a export-import megy. Na, Tereza Thomas. Uh-huh. Jó, erekció? Nincsen vele problémám, köszi. Roman, üdv a netten. Jó, hogy online vagy, kuzin, és jó, hogy az oldalon a generátor. Várják, filmek megmutatják világnak, hogy mi a tuti ember, ha két hülye azt mondom, tervezem. Igen. Falogna, igen. Oké. Okay. Ennyi. Brucey. Genetikailag másnak képzeli magát Brucey. Orvos látott már. Ja. Na, szóval. Nico. Meséltek egy forrós hegű kedilekről, igen, valaki kint hagyta, igen, lopd el nekem, hogy legyen miből megcsinálnom Liberty City-t. Ja, megcsodálnom, megcsinálni. Vidd a keleti kikötő garázsomba, Roman mondta, hogy te alkalmas vagy erre, azt mondta, kibaszott alfahím vagy, uralni akarod világot, és kezeltetni kéne magad. Szerintem ez kibaszott ember vagy, aha. Jó, elvisszük az autót, köszi. Nya. Szóval az autó az egyébként ott van, mutatja is egyébként most már a térkép. Vigyázz, haver! És nem tudom, hogy mozgásban van, vagy nincs mozgásban. Mondjuk nem jelzi kéken a GPS, hogy merre kell menni, de valószínűleg, hogy mozgásban van az autó. Lesznek olyanok, lesznek egyébként elég érdekes szituációk, ahonnan autókat kell elkötni, de azt majd akkor. Na, ez a kedélek, ez valahol itt van a körforgalom túloldalán.
Igen, itt forgolódik össze-vissza. Most kérdés az az, hogy ha én elé állok, akkor megáll, vagy szerencsétlenkedik még egy picit. Hallod? Kösz. Nya, szóval akkor irány a garázs. Nem akartam megölni szegény lányt, mert nem tehet róla, hogy Bruce-nak pont ez az autó kell. Ebből akarod csodálni egyébként a várost. Ja, hogy vigyáznom is kell rá. Oké, jó. Ezt el is felejtettem, hogy az autónak van állapota, vagy épsége. Tehát, hogy oda kell figyelni rá, hogy ne törjem össze. Úgy gondolom, azt az előbb bebizonyítottam, hogy tudok óvatosan vezetni. War Thunder. Hú, azzal is játszanom kéne. Múltkor játszottam vele és tetszett. Na. Szóval Bruce-nak a garázsa valahol itt van a kikötőben. Miért nem kéri Bruce-i kölcsön haverjától azt a kometet? Amivel majd versenyezni fogunk. Abból szívesebben csodálnám a város, mint ebből. Anyád is így tudja, hogy jövök. Aha, milyen Star Wars, így agyon csap az ajtó, csá! Alright man, I got hold of the cavalcade. Shit, Nico! Your car skills and my body, people are gonna be petrified! Mennyi rendőr megy itt? Alright then man, tell me if there's something else you want. Azt mondja, a vezetési képességével és az ő testével. Annyira oda van a testétől. Na jó, mondjuk ezt az autót én elvinném egy körre. Bocs, 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 bocs. Na, várjál. Így a járdára. Oké. Hány az óra játékban? Délután 4 lesz nem sokára. És nem nagyon vannak küldetések. Na hallod? Szálljál ki nekem, ne ordibálja itt az autóban. És el is tűnt az ember, de jó. Na. Mivel nincsen küldetésünk, most már van. Igen. Hogy ne? Most jöttem el onnan. Most Bruce vagy Dimitri? Egyik se. Majd a következő részben, úgyhogy jövünk csucsukálni. Dimitri? Mit akarsz? Beszélnünk kell, Firefly Islandben vagyok. Barátod Dimitri. Jó, majd legközelebb, jó? Én most nem érek rá, aludnom kell. Így. Pihi. Tentike van. Ezt tudjátok, mit jelent, srácok. Aki az előző részeket lett, az tudja, hogy most jön a búcsú ideje. Úgyhogy, ha tetszett ez a rész, akkor nyomjatok egy lájkot. Ha támogatni szeretnétek, akkor iratkozzatok fel a csatornámra, illetve lájkoljátok be a Facebook oldalamat, és a következő részben találkozunk. Addig is sziasztok!